700 kerékpáros, 3 település, 1 élmény. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Idén is megrendezik a Liszt Ferenc kerékpár túrát, méghozzá augusztus 25-én vasárnap, és természetesen a kerékpárosok majd, ha minden igaz, akkor Harkáról indulnak neki a távnak. Minden részlet most következik a mai Mozaikban. Itt van a főszervező, Papp Attila. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat. Szeretettel köszöntelek téged is. Köszöntelek én is, és a nézőket is, és köszönöm az ismételt meghívást. Kezdjük azzal, hogy milyen újdonságokkal jelentkezik az idei Liszt Ferenc kerékpártúra. Sok minden van, amit összegyűjtöttünk, minden évben próbálunk valamivel megszínesíteni a programot, néha véletlen játszik a kezünkre, néha pedig tudatosan keresünk egy-egy újdonságot. A legfontosabb talán kettő dolog, amit kiemelnék, az egyik, hogy Kőszegről is indul egy csapat, a Kőszegi Liszt Társaság szervezésében egy kerékpáros csapat fog Kőszeg főteréről elindulni, egy picit korábban, mint mi, hiszen Kőszeg messzebb van Doborjánhoz, és ott fogunk találkozni a kerékpárosokkal majd a Lisztháznál a koszorúzáskor. Ez egy újdonság, egy próba, meglátjuk, milyen sikert arat, hányan jönnek onnét, szeretnénk közösen az ottani Liszt Társasággal ezt a túrát még nagyobbá tenni és még ismertebbé tenni. A másik dolog az 5 próba rendezvény sorozat, amihez sikerült a rendezvényünknek csatlakozni. Ez az 5 próba közösség, ez egy szabadidősport közösség, közel 12 000 tagot számlál. 5 sportágban picit puskáznom kell, futás, úszás, túrázás, kajakkenu, ami bennünket érint, a kerékpározás és a triatlon, a 6., ez egy plusz egy sportág. Ezekben a sportágakban lehet pontokat gyűjteni. Ez a szabadidő közösség kínálja országosan egész évben a legjobb rendezvényeket. Itt részt vesznek, regisztrálnak az 5 pontgyűjtők, amit aztán később Adidas felszerelésekre válthatnak be. Nagy örömünkre szolgál, hogy az 5 próba ki is fog települni a rendezvényre, tehát személyesen ott lesznek, és lehet akár a pontokat beváltani, akár regisztrálni, aki szeretné ezt még a tókiói olimpiáig végigcsinálni. Ha már helyszín, akkor mondjuk el, hogy hánykor is és hol kezdődik majd a Liszt túra vasárnap? Minden évben úgy kommunikáljuk, hogy 9 órától van a nevezés, és 10 órakor van a start Harkán a futballpályán. Az idei évben igyekszünk mindenkit arra biztatni, hogy egy picit korábban jöjjön, korábban elkezdjük a nevezést, hiszen ebben is van egy újdonság, az idei évben karszalagos rendszert is bevezetünk a nevezési lapok mellé. Nincs benne tapasztalatunk, azért 700 embernek a karszalagot feltenni abban a szűk egy órában az elég húzósnak tűnik. Reméljük, hogy nem lesznek torlódások, fennakadások. Viszont arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezt a karszalagot mindenki tartsa magán az egész rendezvény ideje alatt, valamint majd kint Ausztriában a 2 ellenőrző ponton a karszalagot is érvényesíteni kell. Ha már Ausztria, akkor szóljunk arról is, hogy mi az útvonal. Harkáról indulunk 10 órakor, az első állomásunk az Sopronnyék, a mai Neckenmarkt. Itt várnak bennünket fúvózenével, frissítővel és egy érvényesítési pont, ahogy említettem. Utána mindenki a saját tempójába halad, tehát nem kell egymást összevárni, nem, ott már eléggé úgyis szétszakadozik a mezőny. Mindenki a saját tempójában megy tovább Doborjánig, Liszt Ferenc szülőházáig a mai ridingba. Ott egy picit hosszabb pihenőt tartunk, hiszen találkozunk a kőszegiekkel, lesz egy közös koszorúzás, himnuszok elhangzanak, valamint, mint minden évben, idén is ingyenesen látogatható Liszt Ferenc szülőháza, illetve az abban lévő tárlat. Utána pedig mindenki a saját tempójában ér vissza, 13 óráig kell visszaérkezni Harkára. Miért is lett Liszt Ferenc kerékpár túra a neve ennek a programnak? Nyilvánvalóan a helyszínek is közrejátszanak ebben. Igen, az alap, hogy Liszt Ferenc szülőházához megyünk kerékpárral, tehát ez már adná magát, de volt még egy apropója a dolognak, hiszen az 1800-as évek végén Liszt Ferenc, amikor Sopronból hazalátogatott a szülőházába, akkor Harkán keresztül utazott, ugyan nem kerékpárral, hanem lovaskocsival. Meg is állt Harkán, ahol meghallgatta a Dalárda férfi kórust, és utána ment tovább a szülőházig. Mi gyakorlatilag ugyanezen az útvonalon fogunk most kerekezni.
Nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttetek az elmúlt 15-16 évben, hiszen 16. alkalommal lesz ez megrendezve. Emeljük ki, hogy ez egy össznépi családi program is, hiszen nagyon-nagyon sokan részt vennek, ugye, vesznek ugye egy gyerekestől, sokan érkeznek Sopronból is, nagyon sokan, és külön figyeltek erre, hiszen ha csak azt nézzük, hogy a gyermekeknek, és szerintem a többi kerékpárosnak is olyan biztonsági felszerelésben és öltözékben kell, hogy részt vegyenek, hogy teljesen ez egy nagyon jó hangulatú, de biztonságos rendezvény legyen, ugye? Így van. Valóban külön figyelmet fordítunk arra, hogy komplett családok el tudjanak jönni. Ezt adja egyrészt maga a táv is, hiszen 25 kilométerről beszélünk, amit azért a kisgyerekek is le tudnak tekerni a saját bringájukon. De mivel 700-an vagyunk, és a startnál azért sokan összegyűlünk, valamint a kerékpárutak is, Ausztriában szerencsére kerékpárutakon haladunk, tehát biztonságos a közlekedés alapvetően, de mégiscsak egy időben sok kerékpáros jön, ráadásul oda-vissza, mert ugyanazon az útvonalon jövünk vissza is. Hála Istennek nem volt soha problémánk belőle, van mentőautónk, szervizautónk, tehát kísérjük a rendezvényt, de van egy fontos dolog, amit el szeretnék mondani. Ausztriában 12 éves kor alatt kötelező a gyerekeknek a sisak. Akár saját kerékpárral megy, akár gyerekülésben ül, vagy egy kerékpáros utánfutóban ül, kötelező a gyerekeknek 12 éves kor alatt a sisak. Erre akkor ügyeljenek majd a kedves szülők, és hogyha azt mondom, hogy bike safe, az mit jelent? A bike safe az egy kerékpáros regisztrációs program, a rendőrség a bűnmegelőzés kapcsán alakította ki gyakorlatilag ezt a programot. Arról szól a történet, hogy a kerékpárt mindenki tudja regisztrálni. Ez egyébként interneten is működik az év 365 napjában, a saját kerékpárját fotókkal, gyári számmal tudja regisztrálni. Ez ugyan a lopástól nem véd meg senkit, de ha valahol az ellopott kerékpár előkerül, akkor a rendőrségi adattárból be lehet azonosítani, hogy ki volt az eredeti gazdája, és jó eséllyel visszakapja. Ez a Bike Safe program most már évek óta kitelepül a rendezvényünkre, és ott a helyszínen ingyenesen lehet regisztrálni majd a bringákat. Kísérő rendezvényekről is már tettél említést, de még egyszer szerintem foglaljuk össze, hogy azon túl, hogy kerékpározhatnak a résztvevők, milyen események lesznek, és azért emeljük ki külön a programot lezárandó, ugye szokott lenni gulyásparti? Így van, így van. Minden nevező kap egy tál gulyást, amikor visszaérkezik. Lesz egy kis műsor, és lesz egy tombola. Azt gondolom, hogy a tombolát nagyon sokan várják, hiszen értékes nyeremények találnak majd gazdára. 7 kerékpárt is kisorsolunk majd a végén, komoly nagyértékű kerékpárokról van szó. Ez egy nagy vonzereje a túrának. Természetesen a hangulat az önmagáért szól. Mindig visszahallom, nem én mondom, a túrán résztvevőktől hallom mindig vissza, hogy azért jönnek, mert az egész napnak van egy hangulata. Szép az útvonal kint a szőlők között, valóban családos a program, anyukáknak nem kell főzni délbe, hiszen ott az ebéd megoldódik, majd néhány gyerek, aki nem szereti a gulyást, ő neki a tombolán lesz lehetősége pizzát nyerni, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg egy vidám, jó hangulatú partiról van szó, ami körülbelül délután 4 óráig fog tartani. Mire ügyeljen még ez a 700 kerékpáros, hiszen rengetegen lesztek? Így van. Nagyon nagy ilyenkor a kerékpáros forgalom Sopron és Harka között, hiszen, amit említetted, nagyon sokan érkeznek Sopronból. Kértünk rendőrségi biztosítást azért az útvonalra, hogy az autósokat egy picit lassabb tempóra kényszerítsük, de már a túra előtt is figyelni kell arra, hogy Sopronból biztonságosan érkezzenek ki a harkai rajthoz, valamint majd délután 4 óra felé szintén egy megnövekedett forgalomra kell számítani. Szóljunk még arról, hogy neked személy szerint miért fontos, hogy ez a Liszt-Ferenc kerékpár túra létrejöjjön? Kezdetek óta te vagy a főszervező. Hú, hát ez egy nagyon hosszú történet. Nekem ő a gyermekem. Annó dolgoztam az önkormányzatnál, önkormányzati képviselőként, ott született meg ennek az ötlete, ennek a túrának az ötlete. Akkor már az első évben is látszott, hogy egy olyan dologról lesz itt szó, ugye hagyományt szerettünk volna teremteni ezzel, ami nagyon nagy érdeklődésre tart számot. Az első évben már 189 résztvevőnk volt.
és aztán eljutottunk, ez a hét volt már év, amikor 800 résztvevőnk is volt. Ez évről évre nő, évről évre színesedik. Ez egy élményekkel teli nap. Nekem nagyon sok időm elmegy a nyaramból, mire ezt így a nyár végére összetudom rendezni, és ebből valóban egy szép kerek nap lesz, de látni azt a 700 boldog arcot, amikor visszaérkezik, és mindenki élményekkel tele, az szerintem mindent megér. Én nagyon sikeres és emlékezetes rendezvényt kívánok. Úgy tűnik, hogy minden adott ahhoz, hogy valóban ismételten egy nagyon színvonalas kerékpártúra legyen majd a vasárnap, hiszen az időjárás is úgy tűnik, hogy kitart addig, sőt, szép nyári idő lesz a hétvégén. Szóval minden jót kívánok, és egy szép napot vasárnapra. Papp Attilának köszönöm szépen a Liszt túra főszervezőjének, hogy itt volt. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és várunk mindenkit szeretettel. Hölgyeim és uraim, önök is kerékpározzanak, mozogjanak minél többet. Azt gondolom, hogy az egészséges életmódnál nincs is fontosabb. Köszönöm szépen a kitüntető figyelmet, minden jót kívánok, viszontlátásra!